Hazai veszteség. Óriási károkat okoz a Békés megyei Pulykafarmon történt madárinfluenza kitörése. Több EU-n kívüli ország is megtiltotta Magyarországról a baromfi termékek exportját. Egyszerű bejelentés. Hamarosan a meglévő lakóépületek hozzáépítésénél is gyorsabb lehet az eljárásmenet, legfeljebb 300 négyzetméterig történő bővítésnél. Gépszemle. Készen állnak a megyei és városi útkezelő társaságok a téli hóeltakarítási feladatokra. Óriási károkat okoz a baromfi ágazatnak a Békés megyei Pulykafarmon történt madárinfluenza kitörése, nyilatkozta szerkesztőségünknek a Mastergood cégcsoport tulajdonosa. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Bárány László szerint járványtól nem kell tartani, viszont az eset miatt több EU-n kívüli ország is megtiltotta Magyarországról az élő baromfi és a különböző baromfi termékek exportját. Csak a Mastergoodnál már most több mint 100 millió forintos veszteséggel számolnak. A Mastergood cégcsoport tevékenységének nagy részét itt, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében végzi. Minden harmadik csirkét Magyarországon a kisvárdai vágóüzemben dolgoznak fel. A cég folyamatosan fejleszt, amivel bővíti foglalkoztatotti létszámát, jelenleg is több mint 1000 embernek adnak munkát. A cégcsoport tulajdonosa azt mondja, annak ellenére, hogy Békés megyében ütötte fel a fejét a madárinfluenza, rájuk és az egész ágazatra hatással van. Nyugodtan mondhatom, hogy egy cunami méretű gazdasági kárt okozott ez a baromfi ágazatnak, és nem elsősorban a 9000 darab kiirtott pulyka, mert az alig 10 milliós nagyságrendű kár. Ráadásul ezt a kárt a termelő állami kártalanítási alapból meg is kapja. Az igazi kár a forgalomkorlátozás, a több hónapra történő kitiltás, és nem utolsó sorban az a presztízs árveszteség, amit a magyar egész baromfipar, hangsúlyozom, egész baromfipar, fajtól és ágazattól függetlenül el fog szenvedni. A cégcsoport összesen 24 országban ad el csirkehúst, amelyek között nem csak uniós és térségbeli, hanem távol-keleti és afrikai államok is vannak. Egyes országok már jelezték, hogy 6 hónapra kitiltják a hazai baromfi termékeket. Ezekben az országokban, ahol mi érdekeltek vagyunk, név szerint Dél-Afrikában megtörtént a kitiltás, Japánban megtörtént, Dél-Koreában megtörtént. Még Kanadát várjuk, még onnan nem érkezett meg a hatóság üzenete. A legnagyobb baj az, hogy ezekben az országokban, ahova folyamatosan heti rendszerességgel adunk föl konténereket, a kitörés bejelentése előtt, tehát november 3-21 napon belül legyártott és feladott terméket vissza fogják fordítani. Ez az áru kimegy ebbe a több ezer, több tízezer kilométerre lévő országba, a mi pénzünkön, aztán egy következő hajóval visszajön a mi pénzünkön, és aztán gondolkozhatunk azon, hogy milyen vevő célra fogjuk átcsomagolni, ez is a mi költségünk lesz, és aztán megpróbáljuk természetesen eladni. A cégcsoport az árbevételkiesés és piacvesztés miatt már most több mint 100 millió forintos veszteséggel számol. A tulajdonos arra számít, hogy a magyar kormány ezt az úgynevezett származékos gazdasági kárt részben megtéríti. Erről már holnaptól tárgyalnak a szaktárcával. Tovább egyszerűsödik az építkezések bejelentése. Hamarosan a meglévő lakóépületek hozzáépítésénél is gyorsabb lehet az eljárásmenet, legfeljebb 300 négyzetméterig történő bővítésnél. Az ingatlan piac, valamint az építészet további erősödését többek között ez is segíti, valamint az, hogy egyszerűsödött a csok igénylése. Míg 2014-ben csak a forgalom, addig 2015-ben már az árak is jelentősen növekedtek az ingatlan piacon, a vásárlást ösztönző intézkedések hatására pedig már az építési kedv is beindult, ezt erősíti tovább, hogy az úgynevezett tervezőasztalról értékesített ingatlanokra is igényelhető a csok. Még tervezőasztalon lévő társasházak esetében, itt ikerházról és talán másféle társasházról is szó lehet, már ebben a stádiumban meg lehet pályázni a csokra való jogosultságot. Azért annyira van bölcs és okos a kormányzatunk, hogy az állami támogatást és az így adott pénzeket annyiban mindenképp kontroll alatt tartja, hogy konkrét folyósításra csak a használatba vételi engedély kiadását követően kerülhet sor.
Az építészkamara elnöke hozzátette, a csok azért is lett kedvezőbb, mert az igénylésnél 25 éves korig lehet figyelembe venni a gyermekeket, függetlenül attól, hogy felsőoktatásban tanulnak vagy sem. További könnyítés, hogy a kedvezmény már a magzat 12 hetes korától kérhető a korábbi 24 helyett. Ráadásul bővül az egyszerű bejelentéssel történő építkezés lehetősége is. Kormány előtt van egy tervezet, ami az egyszerű bejelentés kapcsán további az eddigi tapasztalatokat hasznosító, hát újabb egyszerűsítéseket, vagy ha úgy tetszik, a kibővítés szolgálja. Eddig csak 300 négyzetméter alatti új lakásokra lehetett alkalmazni ezt az egyszerű bejelentési eljárást. Ez a tervezet szerint meglevő lakások további építése, bővítése esetén 300 négyzetméter elért összterületig, hasznos alapterületig szintén ezt az egyszerű bejelentés eljárás lehet majd rövidesen alkalmazni. Az egyszerű bejelentés többek között a csok igénybevételét is jelentősen meggyorsíthatja, a támogatási kérelmek folyamatosan érkeznek be, az év első 7 hónapjában több mint 14 ezer igénylést nyújtottak be a családok összesen 38,3 milliárd forint értékben. Készen állnak a megyei és városi útkezelő társaságok a téli hóeltakarítási feladatokra. Hangzott el a Magyar Közút ZRT megyei igazgatóságának és a Nyírvévé Kft.-nek keddi sajtótájékoztatóján és gépszemléjén. A két társaság összesen 110 gépe és 200 dolgozója figyel majd ezen a télen is arra, hogy a város és a megye útjait megtisztítsák a leesett hótól, és elvégezzék a jegesedés elleni munkákat. Egy 1958-ban gyártott Zil hómarót indítanak be a Magyar Közút ZRT szakemberei a társaság nyíregyházi üzemmérnökségé. A szovjet gyártmányú harckocsi motorral szerelt matuzsálemeket a legnehezebb téli időjárási helyzetekben elsősorban nyeges hófalak eltakarításánál vetik be, azokon a helyeken, ahol már a modern gépek sem boldogulnak. A társaság megyei igazgatóságának kezelésében összesen 2262 km hosszú úthálózat tartozik. Ezen a hálózaton látják el a téli síkosságmentesítési és hóeltakarítási feladatokat. 76 gépünk áll rendelkezésre a megyében, amelyek a teljes téli időszak, bevetési időszak alatt rendelkezésre állnak, és minden gépre háromváltás személyzet biztosított. Tehát azt jelenti, hogy több mint 120 fő áll egész téli időszakban rendelkezésre gépkezelőként. A közútkezelő társaságoknak idén megnövekedtek a feladatai, mivel szeptember 1-től bővült a megyei igazgatóság kezelésében álló közúthálózat hossza. Az M3-as autópálya, mint gyorsforgalmi útszakasz, két mérnöksége is most már Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéhez tartozik, ez az Ófehértó és a Hajdúránási autópálya mérnökség. Így most ezentúl 7 mérnökség dolgozik Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Kedden megtartotta az ilyenkor szokásos téli gépszemléjét a Nyírvévé Nonprofit Kft. Is. A Városüzemeltető és Vagyonkezelő Társaság a téli síktalanítás során több mint 260 km szilárdborkulatú utat, 337 km hosszú burkolatlan utat, 52 km hosszú kerékpárutat, több mint 15 ezer parkolót, a buszöblöket és járdákat takarít a megyeszékhelyen. 17 munkagéppel, illetve 17 kis teherautóra készülünk a téli hószolgálati feladatok ellátására. Ezen kívül 80 főállású dolgozó, illetve 200 közfoglalkoztatott dolgozó munkája segít be a síktalanítási feladatokba. A társaság emellett 900 tonna sót, 300 tonna fűrészporos sókeveréket, 80 tonna folyami homokot és 5 tonna környezetkímélő anyagot használhat fel idén télen az utak és járdák síkosságmentesítésére. 10-15%-kal emelkedett a veseköves gyerekek száma az elmúlt 20 évben. Ez a szakorvosok szerint összefüggésbe hozható a helytelen és egészségtelen táplálkozással. Évente 100 új, 18 év alatti beteget diagnosztizálnak. Ultrahangos vizsgálat, korszerű diagnosztikai eljárás, amivel kiszűrhetők a hasi deréktáji betegségek. Gyerekkorban a légúti problémák után a húgyúti fertőzések a leggyakoribbak, és egyre többször húzódik meg vesekövesség egy-egy görcsös hasi tünet kapcsán. Jobbak a diagnosztikus módszereink, főleg az ultrahangos vizsgálat elterjedése játszik ebbe szerepet. Lényegesen több úgynevezett nyugvókövet ismerünk föl, illetve hát megváltozott a táplálkozási szokás is az emberek körében, amik szintén a vesekő kialakulásának gyakoriságát emeli.
Fájdalmas, csípős érzetet adó gyakran véres vizelet a vesekövesség első jele, amit erős, görcsös hasi fájdalom kísér. Nagyobb köveknél a felnőttekhez hasonló ultrahangos vesekőzúzás jöhet szóba a kezelésnél. Elsősorban a szülők felelőssége az egészséges táplálkozás megválasztása, de a közétkeztetésben is figyelni kell a kevesebb sóra. A félkészételek, a nassolnivalók, a szénsavas italok a vesét sem kímélik. A legnagyobb probléma elsősorban az üdítőitalokkal van. Ez gyakori jelenség, hogy a gyerekek alig isznak vizet tulajdonképpen, hanem csak üdítőitalokat isznak. Még az ásványvíznek sem feltétlenül van helye mindig a táplálkozásban. Főleg a szénsavas üdítőitalok a veszélyesek, amelyeknek igen magas a foszfát tartalmuk bizonyos élelmiszertechnikai okok miatt. És a magas szénsav tartalom és széndioxid tartalom is problémát okozhat. Ez elsősorban a savassága kőképződés szempontjából problémás. A foszfát tartalom, a magas foszfát bevitel pedig a kálcium anyagcserét befolyásolja kórosan. A kálcium anyagcsere zavara a csontképződést és fejlődést is gátolja. Bő folyadékfogyasztás és kevesebb feldolgozott élelmiszer segíthet megőrizni a vese egészségét, mondják az orvosok. A menzareform kevés az életmódváltáshoz, változatos és kiegyensúlyozott táplálkozásra van szükség. Vízelvezető árokba hajtott egy személygépkocsi ma reggel Nyírbogdány belterületén. Az autóvezetője feltehetően gyorsan hajtott a vizes úton, ezért történhetett a baleset. A sofőrt könnyű sérülésekkel szállították kórházba, az autó totál károsra tört. Tradicionális gondolkodás és közösségért érzett felelősség. Ezek jellemzik a hátrányos helyzetből érkező pedagógus hallgatókat, hangzott el a Magyar Tudománynapja alkalmából rendezett konferencián a Nyíregyházi Egyetemen. A témáról hamarosan, előtte nézzük, mi lesz még a folytatásban. A Debreceni Sportcentrum csapata nyerte Nyíregyházán az 5-ös kupa nemzetközi fiú utánpótlás kosárlabda tornát, miután a döntőben 56-47-re legyőzte a szerbiai Újvidék együttesét. Mindhárom Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei érdekeltségű csapat győzött a női kézilabda MD2 legutóbbi fordulójában. Tradicionális gondolkodás és közösségért érzett felelősség. Ezek jellemzik a hátrányos helyzetből érkező pedagógus hallgatókat, véli Pusztai Gabriella, a Debreceni Egyetem professzora. A szakember a Nyíregyházi Egyetem Magyar Tudomány ünnepe alkalmából tartott tudományos konferenciáján azt mondta, ezeket az erőforrásokat kell kamatoztatni az érintettek képzésénél, miközben felkészítik őket a hátrányos helyzetűekkel való foglalkozásra. 2003 óta szervezik meg minden év november elején a Magyar Tudomány ünnepét annak emlékére, hogy 1825. november 3-án gróf Széchenyi István birtokainak egyéves jövedelmét ajánlotta fel a Magyar Tudós Társaság megalapítására, emlékezett a Nyíregyházi Egyetem rektora. Onder Csaba kiemelte, Széchenyi István több mint 190 éve a lét minimum 1000 szeresét, 60 ezer forintot ajánlott fel. Ez ma körülbelül 88 millió forintot jelentene, mondta a rektor. A magyar tudomány azonban támogatással és anélkül is erős. Ezt mutatta be a Debreceni Egyetem professzora. Pusztai Gabriella kiemelte, kutatások bizonyítják, hogy térségünkbe zömével hátrányos helyzetű hallgatók nyertek felvételt felsőoktatási intézményekbe, többek között pedagógus képzésekre. Ez egy nagyon érdekes kihívás, hogy hátrányos helyzetű tanulókat készítünk fel arra, hogy maguk is visszamenjenek a közösségeikbe, és hátrányos helyzetű tanulókkal foglalkozzanak majd tanárként, pedagógusként. Ehhez sajátos koncepciót kell kidolgozniuk ezeknek az intézményeknek itt a tiszántúli ország részben. Én azt gondolom, hogy kicsit túlzásokba esünk, amikor csak ezt a hátrányos helyzetet élezzük ki, és azt mondjuk, hogy itt olyan családokról van szó, ahol nem magasan képzettek a szülők, vagy keveset keresnek a szülők, vagy sok gyermek van a családban, sok gyermek nő fel a családban. Ugyanakkor ezek a családok egy csomó olyan erőforrással is bírnak, amiket érdemes felfedeznünk a tanárképzés során. Tehát ezek az erőforrások például a tradicionális gondolkodás, a közösségért érzett felelősség.
A rendezvényen Tudományért, Művészetért címmel elismerő kitüntetéseket adtak át az egyik díjazott Minya Károly főiskolai tanár. Ő több mint két évtizede kutatja a szókincset és foglalkozik a neologizmussal, azaz a nyelvi újítással. Mondhatjuk, hogy az informatika és a közélet a leginkább, amiben új szavak keletkeznek. A közéletben a politika és egyáltalán az esemény miatt a burkini szó keletkezett, ami a burka és a bikinének a sajátos vegyülése, kontaminációja, és ugye ez azt a fürdőruhát jelöli, amely a teljes testet eltakarja, és hát ezzel kapcsolatosan voltak fenntartások, stb. Nagyon jellemző napjainkban a szó rövidítés. Hogyha megnézzük, minden fesztivált festnek rövidítenek, vagy a brutális szó állandóan brutálnak hangzik. Ez már persze közelít a szleng és a bizalmas nyelvváltozathoz, de ez is a nyelv része, hiszen a nyelv változásában és változékonyságában él. A rendezvényen bejelentették az Egyetem Tudományos és Művészeti Kiadványsorozatának második kötete karácsony környékén jelenik majd meg. A Debreceni Sportcentrum csapata nyerte Nyíregyházán az Ötvös Kupa Nemzetközi Fiú Utánpótlás Kosárlabda tornát, miután a döntőben 56-47-re legyőzte a szerbiai Újvidék együttesét. A harmadik helyen a kassaiak végeztek, megelőzve a Szolnoki Sportcentrumot. 8 csapat részvételével U14-es fiú kosárlabda tornát rendeztek Nyíregyházán. Két helyszínen, a Vecsik és az Ötvös gyakorló csarnokában 3 nap alatt 12 mérkőzést játszottak a csapatok. A házigazda Nyíregyházi Kosárlabda Klub hagyományteremtő céllal hívta életre a tornát. A résztvevők között volt 2 határon túli együttes, de Budapestről, Miskolcról, Debrecenből és Szolnokról is érkeztek csapatok. Amióta én kosárlabdával foglalkozok 40 éve Nyíregyházán, azóta én tudok róla, hogy lett volna nemzetközi fiú utánpótlás torna, a lányban már volt, amit Nyíregyházi klub szervezett volna, és a megszervezés nehézségei hát nem volt túl könnyű, hiszen 8 csapatnak megfelelő időpontot találni a tanév közben, nemzetközi mezőnyt összeszervezni, külföldi csapatokat elhívni, nem volt egyszerű feladat, de én úgy érzem, hogy első alkalommal ez kiválóan sikerült. A Szabolcs-Szatmár Bereg megyei utánpótlás referens Ferenci Tamás szerint fontos, hogy a magyar fiatalok más kosárlabda kultúrát képviselő nemzetek csapataival is összemérjék tudásukat. Külön örülök annak, hogy szerb csapat van a tornán, van szlovák csapat is, és a magyar fiatalok megtapasztalhatják, hogy milyen a nemzetközi szint. Nagyon jó alkatú gyerekeket láttam, nagyon ügyes játékosokat láttam, és biztos vagyok benne, hogy ezekből a mérkőzésekből rengeteget fognak profitálni a magyar csapatok. A tornát a Debreceni Sportcentrum csapata nyerte, miután a döntőben 9 ponttal legyőzte a szerbiai KK Sztár Novi Sad együttesét. A harmadik helyen az Abovija Košice, a negyediken pedig a Szolnoki Sportcentrum végzett. Az 5. budapesti Honvéd és a 6. óbudai Kaszások mögött 7. lett a Nyíregyházi Sportcentrum, a 8. hely pedig a házigazdák csapatának jutott. Hazai csapatként, legfiatalabbként játszottunk, nagy tapasztalatokat szereztünk a tornán. Én nagyon bízom benne, hogy jövőre legidősebb korosztályként ugyanebben a kategóriában már jobban tudunk szerepelni. A torna egyik hozadéka, hogy a nyíregyháziak több meghívást is kaptak, januárban a kassaiak, jövő nyáron pedig az újvidékiek látogatását adja majd vissza az NKK ötvös együttese. Mindhárom Szabolcs-Szatmár Bereg megyei érdekeltségű csapat győzött a női kézilabda NB2 legutóbbi fordulójában. A Vitka Ese a Hajdúböszörményt verte 31-26-ra, a Kölcsei Dése a Heves ellen nyert 31-19-re, a Mátészalkai MTK pedig 33-14-re bizonyult jobbnak a Miskolci VSC-nél. Tökéletes hétvégét zártak a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei csapatok a női NB2 északkeleti csoportjának 6. fordulójában. A Mátészalkai MTK zsinórban 4. sikerét aratta, a Vitka Ese megszerezte 2. győzelmét, a Kölcsei Dése pedig 12 góllal múlta felül a Heves csapatát. Hadobás István együttese győzelmével 50%-osra javította a bajnoki mérlegét. Én azt hiszem, hogy az eredményjelző soha nem hazudik, tehát ha egyszer kikaptunk, akkor annak oka van. Néha rajtunk kívülálló is, de az is hozzátartozik a sporthoz. Volt már olyan, amikor kicsit minket segítettek a játékvezetők, tehát hosszú távon én azt gondolom, ez kiegyenlítődik. Azon vagyunk, hogy ezt a helyezést minél feljebb strófoljuk, úgyhogy én úgy gondolom, hogy mindenképpen a mezőny első harmadába szeretnék majd végezni a bajnokság végén, és én erre képesnek tartom a csapatomat minden tekintetben. Ami nagy öröm, hogy taktikailag óriásit fejlődtünk.
A csapat egyik legrutinosabb játékosa, a junior együttesnél edzőként is tevékenykedő Márkus Gizella, aki a felnőtt meccseken a pályán is igyekszik segíteni a fiatalokat. Motivál az, hogy ők is egymás segítve napról napra többet fejlődnek, segítik egymást, és ráadásul tanulás mellett mindezt, hiszen tudjuk, ez gimnazisták életében ez nem olyan könnyű feladat, hogy a pályán is és az iskolában is helytálljanak, és nagyon jó tanulóink és sportolóink vannak a csapatban. Az NB2 északkeleti csoportját a Füzesabony vezeti 12 ponttal, megelőzve a 10 pontos Máté Szalkát. A Kölcséd Déjese 6 ponttal a 6., a Vitkaese pedig 4 ponttal a 8. helyen várja a folytatást. Vasárnap a Kölcséi Ózdon, a Vitkaese Hevesen, a Máté Szalka pedig Füzesabonyban lép pályára. Híradónk végén nézzük a legfontosabbakat még egyszer röviden. Óriási károkat okoz a Baromfi ágazatnak a Békés megyei Pulykafarmon történt madárinfluenza kitörése, nyilatkozta szerkesztőségünknek a Mastergood cégcsoport tulajdonosa. Bárány László szerint járványtól nem kell tartani, viszont az eset miatt több EU-n kívüli ország is megtiltotta Magyarországról az élő baromfi és a különböző baromfi termékek exportját. Tovább egyszerűsödik az építkezések bejelentése. Hamarosan a meglévő lakóépületek hozzáépítésénél is gyorsabb lehet az eljárásmenet, legfeljebb 300 négyzetméterig történő bővítésnél. Az ingatlan piac, valamint az építészet további erősödését többek között ez is segíti, valamint az, hogy egyszerűsödött a csok igénylése. Készen állnak a megyei és városi útkezelő társaságok a téli hóeltakarítási feladatokra, hangzott el a Magyar Közút ZRT megyei igazgatóságának és a Nyírvivi Kft.-nek keddi sajtótájékoztatóján és gépszemléjén. A két társaság összesen 110 gépe és 200 dolgozója figyel majd ezen a télen is arra, hogy a város és a megye útjait megtisztítsák a leesett hótól, és elvégezzék a jegesedés elleni munkákat. A Kölcsei Televízió iradóját látták november 8-án kedden. Friss hírekkel holnap is várjuk Önöket, addig is műsorainkért és további hírekért látogassák honlapunkat. Köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap változékony időre van kilátás, átmenetileg szárazabb, hűvösebb légtömegek áramlanak fölénk, éjjel borult esős idő várható, az északi szél helyenként megélénkül, reggelre általában 2 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap eleinte erősen felhős lesz az ég, majd fokozatosan felszakadozik a felhőzet, hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap, a déli órákra mindenütt eláll az eső. Az északnyugati szél délelőtt megélénkül, majd gyenge változó irányú szél lesz a jellemző, délutánra 7 fokig emelkedik a hőmérséklet, hidegfronti hatás van térségünkben. A hét második felében többnyire erősen felhős lesz az ég, rövid napos időszakokkal. Péntektől kisebb esők is előfordulhatnak, vasárnap havas eső, havazás is lehet. Reggelente általában kevéssel fagypont alá csökken a hőmérséklet, és napközben is csak 5 fokig melegszik a levegő.